Robert, fogadjátok nagy szeretettel! Horváth Oszkár és Bölcsei Dávid, aki a főszerkesztésében nagyon-nagyon komoly feladatot vállalt magának. Sziasztok, fiúk! Köszöntelek titeket, sok szeretettel! Ezt most egyelőre egy picit elhúzom, eltávolítom tőletek. Kész, sok jó napot kívánok! Szia, Anita! Szia, Oszi! Sziasztok, köszöntünk mindenkit! Nektek nehezebb, igen, kettő mikrofonon kell majd hárman osztoznotok, jó? De majd mindig célzom a kérdéseimet, hogy értsétek. Mindenkinek kettő-harmad mikrofon jut. Hú, ezzel a kétharmadan ne fenyeges minket, inkább bedobom közösbe a sajátomat, jó? Na, nem politizálunk, jó? Ezt az egyet megígérhetem én, aztán a fiúk, hogy mit vállalnak magukra, az már majd rajtatok áll. Kezdjük talán azzal, hogy egy olyan műsor, ami a Jazzy Rádión született, aztán most már átköltözött a Spirit FM-re, és nagyon-nagyon aktív közönségetek van, és egy stabil bázisotok ugye a streaming szolgáltatón, a YouTube-on. Az nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye minden a ti személyetekhez és a karakteretekhez köthető. Ott van stílus, ott van vélemény, ott vannak hangsúlyok, indulatok, érzelmek, minden. Hogyan tud ez az egész, amit belőletek kapunk egy-egy rádióadás során, megfogalmazódni, megformálódni egy könyvben, ahol mindezt nem tudjátok, vagy nem tudom, hogy hozzáadtátok-e, hogy kitől melyik gondolat származik, de ezért nagyon érdekes, hogy a ti műsorotokból hogyan született mostanra egy könyv. Megpróbálom én kezdeni, és a Dávid folytassa szerintem, mert hogy ez egyébként így született meg, hogy hárman megpróbáltok eldönteni, hogy hogy néz neki egy fejezet egy témából, vagy egy adásból, és hát elég nehéz volt ez, mert dögunalmas lett volna, ha leírjuk, hogy és akkor ő azt mondta, ezt követően jelentette ki Robi, szóval ez így nem működött, és a tömörítésnek a módszerét megpróbáltuk megtalálni, és a Dávidra bíztuk, mert a könyvnek hivatalosan mi vagyunk a szerzői, ő meg az írója, de az író az meg nem egy hivatalos valami, úgyhogy a Dávid éppen szerkesztő, de gyakorlatilag én ráhánytam 100 adástémát a Dávidra, és ő rakta össze, hogy akkor ez a 36, és ő válogatta ki a rengeteg gondolatot a műsorvezető társainkból, a miénkből, meg a sajátjából, hiszen ő is a műsorvezető társunk, és hogy ezzel hogy birkoztál meg, szerintem te add elő. Hát jól. Tehát az volt az első gondolat, hogy az biztos, hogy nem kell megtartani, hogy ki mit mondott minden gondolatnál felírva, és már a téma kiválasztásnál is egyébként a hallgatók segítségét kértem, hogy mi a legönkényes mérvadó adás. Egy csomót ők írtak, de egyébként nem 36 adás, csak 35, mert van benne egy, ami nem létezik, mint adás. Az pedig, hogy tartalmilag hogyan lettek ezek összerántva, ez igazából nem egy szó szerinti legépelése, sőt, vannak olyan komplett gondolatok, amik akár egy másik adásból kerülnek be, vagy kimaradtak, mert élőbeszédben sokkal jobban működik. Bocsánat, megnyaltam a mikrofon, de majd visszaadom, hogy te is nyalogathass. Mi a gondolodat tovább a tiédet, én meg megnyalom ezt, és akkor mindenki rendben van. Ez nagyon izgén hangzik. Meg akarja nyalni valaki a mikrofonomat? Szóval, hogy meghallgattam én ezeket az adásokat, amikből készültek, már hogy ciki lett volna, hogyha nem hallgatom meg, és úgy írom meg belőle. De maguk a mondatok, vagy a gondolatok, azok így olyanok, hogy ilyen jegyzetekből születtek, és azoknak a gondolatoknak a gyűjteménye, amik nagyon tetszettek nekem ezekben az adásokban, vagy akár olyan gondolatokat ébresztettek, ami így eszembe jutott, hogy ezt mondjuk már hallottam az adásban, vagy beszéltem az Oszival, vagy a Robival, vagy a többiekkel. Ehhez képest ugye amekkora mennyiségről beszélhetünk, úgy percekben, mint órákban, mint tartalomban, viszonylag kis vékony kötet született, tehát hogy itt nagyon kellett a tördelni, és a tördelés végére az lett, hogy ez a kemény mag, és ezt szerettétek hogy megtartani, vagy ez is valami koncepciónak az eredménye, hogy nem egy háború és békét írtatok azért ebből. Ez egy tankönyv, és az volt kezdettől fogva a koncepció, hogy ez egy tankönyv legyen. A dimenziói olyanok, a dizájnja olyan, a hátulja, a tördelése, a képek benne, a kép aláírásokkal, és egy igazi hetedikes fizika könyvet vettünk ehhez alapul, hát mit alapul, hát lemásoltuk. Olyan jó egy új könyv illata, ugye én is imádom. Tankönyv illata. Tanár úr, akkor téged kérdezlek ezek alapján, hogyha ez egy tankönyv.
milyen csíkot szeretnél kihúzni, soha életemben semmilyen ilyen csíkot nem láttam. Nem is érti az Anita, hogy miről beszélsz. Ez viszonylag sűrűn elő szokott velem fordulni, ezért ilyen repetitív módon hallgatlak titeket is, hogy összeálljon egy-egy gondolat. Na, ha ez egy tankönyv, akkor van hozzá munkafüzet is, vagy ki és mi alapján fogja vizsgáztatni itt a jelenlévőket? Magyar Péter fogja vizsgáztatni és kikérdezni ezt a tankönyvet, ez a következő éveknek a története lesz. Mi legalábbis így tervezzük, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. De minden esetre, ami ebben benne van, ami ebben ki van fejtve, abból nyilván következik egyfajta viszonyulás a hétköznapjainkhoz. Úgy a politikához, mint a hétköznapoknak a akár teljesen érvénytelennek tűnő történéseihez. De semmi sem önmagában érvénytelen, hanem minden a hozzávaló viszonyulásunk által érvényes vagy érvénytelen. Feltölthetjük az érvénytelennek tűnő tartalmakat is olyan ideával, olyan szellemmel, ami által az jelentést nyer, és ami által az identitást képez a mi számunkra. A műsorunk az részben közéleti, részben közérzeti. Ez annak idején a Jazzy Rádión inkább egy közérzeti műsor volt, de elsősorban azért, mert ott a politikai, közéleti tartalmakra hát nem nagyon voltak vevők. Amikor viszont megérkeztünk a Spirit FM-re, akkor ott mi buzdítva voltunk, hogy beszéljünk politikáról, beszéljünk közéletről, és hát nagy kár is lett volna az egyetlen olyan rádióadón, ahol a nyilvánosságban meg lehet fogalmazni, vagy a magyar éterben meg lehet fogalmazni olyan véleményeket, amelyek nem kifejezetten rendszerpártiak, hogy most így fogalmazzak. Nagy kár lett volna egyáltalán mellőzni a közéleti, politikai tartalmat. Ezért aztán úgy találtuk ki a műsort, hogy az első órája közéleti, a második órája közérzeti. A politikai, közéleti tartalom valójában abból a nem kifejezetten politikai, közéleti identitásból, hanem kulturális identitásból következik és táplálkozik, amit mi amúgy betöltünk a nyilvánosságban. És a közérzeti tartalmakhoz való viszonyulásunk és az azoknak a kifejtése, azoknak a jelenségeknek, azoknak a hétköznapi élményeknek, amelyek mindannyiunkat érnek a metrón utazás közben, a munkahelyen, a vasárnapi ebéd mellett, ezeknek a jelenségeknek van egy bizonyos kulturális tartalma, és az ahhoz való viszonyulásunk, az meghatározza azt, hogy mi kik is vagyunk. És aztán az, amit a politikában, vagy amit a közéletben mi betöltünk, mint helyi értéket, mint szerepet, az már aztán ebből következik. Az OSZI az egy sokkal inkább a közérzeti tartalomhoz tartozó személyiséggel bír, én inkább közéletibb alkat vagyok, és ez persze nyilván azt is jelenti, hogy az első órák azok az én számomra jelentenek inkább otthonos terepet, és az OSZI az, akinek jobban kell alkalmazkodni, a második órában ez a szereposztás megfordul. De minden esetre mi azt figyeltük meg, hogy azáltal, hogy a személyiségünk, meg azáltal, hogy a viszonyulásunk ilyen eltérő, azáltal több nézőpontból, több szögből tudunk rálátni a közéleti vagy közérzeti kérdésekre, és ezáltal tudunk adni egy háromdimenziós képet. Pont azáltal, hogy a nézőpontok különböznek. Azért látunk három dimenzióban, mert két szemünk van. Akinek csak egy szeme van, az csak kettő dimenzióban síkban látja a valóságot. És azáltal, hogy mi, és minél távolabb van egyébként az a két szem, az a 3D-s kép annál összetettebb. És pont azáltal, hogy mi a nézőpontunkban olyan eltérőek vagyunk, pont azáltal legalábbis abban bízunk, hogy egy komplex képet tudunk adni a realitásról, és hát ennek a foglalatát akartuk ebbe a tankönyvbe leírni. Úgyhogy aki ezt elolvassa, abból nagyjából már kikövetkeztethető az, hogy a valóság meg annyi elleméhez a viszonyulásunk az nagyjából hogyan néz ki. Egy szavat se igaz. De amúgy, ja.
Én most ennyit tennék hozzá. Ennyi, nyugodtan oszi, hogy ha valamit még kifejtenél, akkor tedd hozzá, majd egy adott pillanatban, amikor levegőt vesztek, akkor én is kérdezek. De ha éppen most úgy érzed, hogy nem, akkor ez egy izgalmas, amit mondasz, Robi, abból a szempontból, hogy nincs konkrétan megjelölve, hogy melyik gondolat kihez tartozik, kinek az agyában fogalmazódott meg, és aztán ugye, amit ott látunk, az egy ilyen masszája mindannak, amit ti külön-külön, és akkor ilyen értelemben együttesen gondoltok és gondolkodtok a világról. Na, most megjött, hogy akkor na, akarok is mondani most valamit. Most már van értelme a műsorvezetésnek. Az volt az én szándékom ezzel, és a Dávid elvégezte ezt a munkát, hogy legalább 6 szinten fogyasztható legyen ez a kézikönyv. Most így hivatkozik rá időnként a kiadód, de tankönyv, de csak a formátuma. Ez egy összefoglaló néhány gondolatukból. Úgy lehessen megközelíteni, hogyha nagyon nem érdekel, akkor ugye nem olvasom el, meg a közelébe sem megyek. Ez bárkinek a könyvével működik, próbáljátok majd ki. Ha egy kicsit érdekel, belelapozok a tartalomjegyzékbe, és talán ott átlátom, hogy miről fog szólni, ha van tartalomjegyzéke, hiszen ez sem ugye alapvetés, ugye. Aztán ugye van, aki úgy szeret a könyvet olvasni állítólag a Harry és Sally című film alapján, hogy mindig az utolsó oldalt olvassa el először. Nálunk nincsen benne egy ilyen spoiler, amit lelőne az utolsó oldal. És akkor viszonyulhatsz úgy hozzá, hogy mindig elolvasod az első kis lead bekezdést. Vannak kiemelt idézetek, de hát nem idézet, hanem én azt kértem, hogy mivel körülbelül 20 műsorvezető társunkkal közös beszélgetésekből jött ez létre, mindenkitől legyen olyan gondolat, ami abban a beszélgetésben gondolatébresztő volt, vagy maradandó, vagy fejvakarás, az legyen kiemelve, mert hogy a rákfenéje ennek a rádiózásnak az, hogy elillan, nem kereshető, ott van az a több 1000 órányi beszélgetés, és fogalmad nincs, hogy egyébként beírod az egyik mondatot a Google-be, akkor mi jön ki, mert nem jön ki, mert ez egy beszéd, ez a levegőben oda tettük, és ha nem hallgatjátok vissza, már pedig úgy tűnik, hogy állandóan visszahallgatjátok, és ezt köszönjük szépen, akkor ez abban a pillanatban el is múlt, ahogy kimondtuk. Így viszont talán nem, úgyhogy aki akarja, csak az idézetblokkokat elolvassa, aki akarja, csak a fejezet végén megnézi, hogy melyik 3 ember beszélgetése és mikor volt, aki szeretné, végigolvassa, mintha hogy egy könyvet rendeltetésszerűen használni kell, ugye, hogy vagy végig, vagy pedig félbehagyott, hogy ez szar, szerintem ez oké. És az utolsó fogyasztási módja az, hogy a QR kódot leolvasod és meghallgatod azt az adást, ami a fejezet végén be van linkelve, amiben ott a teljes beszélgetés, de nem a teljes beszélgetésnek a párbeszédes jellegét kapod a könyvben, hanem a Dávid összefoglalta, hogy végül mi egymással ellentmondásban összesen mire jutunk azzal a témával. És így nekem is új. Tehát, hogy én is így kaptam valamit, mert az első néhány fejezetet csináltuk így kéz a kézben, és utána meg ilyen snapshotokat vettünk, hogy Dávid egyébként élsze még, hogy minden rendben van-e, mert ez azért kemény feladat. Ez egy borzasztóan kemény feladat lehetett, nekem is pont ez utott át a fejemen, hogy kaptál egy komoly kihívást, úgy látom, hogy akkor ezek szerint szereted az ilyen jellegű kihívásokat, hogyan dolgoztál, hogyan szerkesztetted, hogyan dolgoztad fel, nem tudom, összeszámoltad, vagy tudsz, hogy összesen hány percnyi, vagy hány órányi anyagot? Nem tudod, akkor nem tudsz ebben súgni egy kicsit. Viszont koncepció volt az, hogy aki viszont az egész könyvet el szeretné olvasni, mert minden érdekli őt, az ne egy olyan élményt kapjon, ahogy a legtöbb hasonló könyv működik, hogy bevonza a... Hát itt ugye történet nem nagyon van, de hogy bevonza az olvasót a humora, vagy a könnyedsége, vagy a stílusa a könyvnek, és hogy utána kapjon valami tartalmat. Itt pont fordítva történik, tehát a 6 blokk, ezek a nagyobb fejezetek, amikre fel van osztva a könyv, ezek pont olyan sorrendben jönnek, hogy ez egyre nehezebben megérthető, egyre kevésbé szívesebben gondolkodom rajta témák felől, menjen át abba az irányba, ahol eljutunk onnan, hogy mit adott nekünk az atombomba, attól, hogy melyik a jobb, a Star Wars vagy a pizza. A szekrény ugrástól a légző gyakorlatig.
arra is kíváncsi vagyok, hogy mit jelent számotokra ez a könyv, hogy megszületett. Robi, te azért nem első áldozó vagy ebben a szempontból, hiszen neked már jelent meg saját köteted. Oszi, ha jól tudom, neked viszont még nincsen saját követ, de neked is fontos, úgyhogy ne add át azt a mikrofon. Ilyen értelemben már megszületett, hogy kíváncsi vagyok, hogy számodra az, hogy a ti kis párosotokból most született egy ilyen kézzel fogható bizonyíték az utókor számára. Aztán kérdés, hogy ez marad-e fönt inkább, vagy majd az interneten felelhető, de mit jelent neked ennek a könyvnek a megszületése? Én nagyon örülök neki, mert az az élményem van, hogy amit az ember az újságba ír, azzal holnap az emberek a cipőjüket tömik ki. Amit az ember a rádióban elmond, az adott tárgyra vonatkozóan, az amint a közéletnek, vagy a bulvárnak a kerekei forognak, és elváltozik a közvélemény, vagy a közgondolkodás attól a, vagy a közfigyelem attól a jelenségtől, amiről éppen szó van, az emberek elfordulnak, és már nem is emlékeznek rá. De amit az ember könyvbe leír, az bekerül a közgyűjteményekbe. Amit az ember könyvben leír, az fölkerül a könyvespolcokba. Az egy erősebb mentés, mint amit az ember a hétköznapokban a YouTube-ra kirak, vagy a Facebook-ra kirak, vagy megjelentet egy újságban, vagy lemegy az éterben. Az a helyzet, hogy a média az egy pillanatnak szól, de a könyv az nemzedékeknek szól sok esetben, és mi szerettünk volna egy ilyen erősebb mentést ehhez a brandhez hozzárendelni, ami az önkényes mérvadó. Az a helyzet, hogy mi nem mindig vesszük a dolgokat komolyan, de bizonyos dolgokat időről időre nagyon komolyan veszünk. És ez tulajdonképpen ennek a váltakozása, a komolyságnak meg a komolytalanságnak a random váltakozása és kiszámíthatatlansága, legtöbb esetben még a mi számunkra is kiszámíthatatlansága, adja az ütőerejét az önkényes mérvadó brandnek. Azáltal erős, hogy még mi sem tudjuk, hogy a következő percben valamit komolyan veszünk, vagy valamit viccesre veszünk. Kicsit olyan, minthogyha politikai és kulturális aktivisták lennénk, de alá lennénk merítve a Monty Pythonba félig. És ezáltal minden percben készen állunk arra, hogy felépítsünk egy konstrukciót, de minden percben készen állunk arra, hogy dekonstruáljuk azt, és visszavezessük azokhoz az alapokhoz, amelyek nem dekonstruálhatóak a számunkra. A hétköznapi történésekből levezetett nagy erkölcsi konklúziók általában érdekvezéreltek és légből kapottak. Így aztán a dekonstrukciónak a tüzét nem nagyon állják ki. Tehát könnyen dekonstruálhatóak, hogyha az ember az abszurd igényével viszonyul hozzájuk. De vannak olyan kérdések, olyan súlyos kérdések, amelyeket nem tudunk, vagy nem áll szándékunkban dekonstruálni, és ezek azok az alapok, amelyekről újra meg újra kiindulunk, konstrukciókat állítunk föl, és amikor a dekonstrukció nyomán azok leomlanak, csak eddig omlanak le, és nem tovább. Ezek az alapvető szellemi alapok, ezek kikezdhetetlenek. Talán az Asimov-féle alapítvány is erre törekszik, nem? Hogy amikor minden összedől, akkor csak innen kelljen újrakezdeni. Nyilván ez most nem erre vonatkozik, viszont a dekonstrukcióról beugrott valami, amiről a héten gondolkodtam, és lehet, hogy Dávid is hozzátesz, mert a Myers-Briggs-féle ilyen konyhapszichológiai tipológiáról van szó. A Robi azt hiszem, hogy ENTP személyiség típusa, vitázó meglepő módon, aki hát mindenbe beleáll és nem tudja otthagyni a kötést, nem úgy, mint a nagymama, hanem úgy, mint az utcai harcos. Már most ezt megmondtad, hogy ne politizáljunk, úgyhogy akkor ezt nem mondom. Nyugodtan politizálhatsz, én nem fogok, csak ezt mondtam. Te kezdted. Na jó. Én ezzel szemben azt hiszem az INT-jébe tartozom, ami az építész, és a Robinak is a funkciója a dekonstrukció, és az enyém is, csak más módon. Ő ott az épület és lebontja, és miközben szétszedte, megérti, én meg mint az órás nézegetem, és miközben fejben szétszedem, megértem. De amit ő szétszed, én rakom össze, és így megyünk egymás után, mint a... Hogy, hú, kit mondjak én, mint az Inception című filmben azok, akik a gondolatukkal építik fel ezeket a városokat, és a Langolierek című Stephen King történetből azok a képzeletbeli lények, akik megeszik a múltat és a feledést lakmározzák
utánunk tulajdonképpen. És így együtt ezzel a fekete és fehér, vagy nem tudom, alap és fenti, vagy erős, vastag, mély hang és a madárcsiripelésszerű csipkés motívum, ilyen ellentétek, nem mondom melyikünk melyik, de így két oldalról megröngedezzük a dolgokat, és utána ott ül velünk mindig tényleg most már 20-valány ember közül az egyik műsorvezető társunk, napról napra valaki más, aki ezt az egészet úgy forgatja, hogy ezt a két oldalú valamit szintén egy másik szögből lásd, és itt jön meg az, hogy háromdimenziósá válik. Erre mindjárt is kérdezett, de Dávidot se hagynám ki így a sorból, hogy neked, aki megkaptad ezt a fantasztikus feladatot, mit jelent ennek a könyvnek a megszületése, ugye innen indultunk? Hát egy nagyon jó ürügy volt egyébként ez a könyv nekem arra, hogy egy csomó dolgot, amiről régóta szeretnék beszélni, azt valamilyen formában meg tudjam fogalmazni, vagy tudjak ezekről kommunikálni. Főleg úgy, hogy ebben nincsen egy olyan formai kötöttség, amikhez egyébként így hozzá szoktam ragadni, és néha nem adnak helyet annak, hogy tartalmilag valami utat törjön magának, mert mondjuk nem illeszkedik a formába, de ebben politikától kezdve valláson át filmekig és zenékig minden van. És pont az volt ezekben a témakörökben a nehéz, hogy ne azokat írjuk le, amik az elmúlt néhány évnek, vagy a nemrégi megfigyeléseinknek, vagy a korszellemnek a termékét tükrözik, hanem valami olyasmit, ami hosszabb távból is értelmezhető. Tehát talán az aktualitásokkal leginkább elillanó fejezet ebben a könyvben az a Gorbacsovtól Putyinig, de még az is valami, ami nagyon be van betorozva a 20.-21. század politikájába. És egyébként nagyon tetszett az, hogy újra találkozhattam olyan filmekkel és dalszövegekkel, nem mindegyikkel, amiken aztán elkezdhettem újra gondolkodni. És raktam bele egy verset is azoknak, akik szeretik a verseket, úgyhogy erre kifejezetten büszke vagyok, a Kémek krémje című fejezetet ajánlom mindenkinek. Még egy gyors ilyen lekerekítő kérdés a könyvnek a kül, illetve belbecséről, külcsinyáról és belbecséről. Hányan vagytok itt, akinek már van önkényes könyv egyébként kezeket fel, csak kíváncsiságból? Jó, kicsit most még kevesebben, de a cél az, hogy kedvet csináljunk hozzá, vagy majd utána jöttök hátra az ATV-nek a standjához dedikálásra, és ott fogtok venni. De akkor mondom, hogy ez a munkafüzet, ez most pillanatnyilag formailag ugye belül úgy néz ki, hogy fotókkal illusztráltátok, megvan a tördelés, idézetekkel és rajzokkal. És hát ha már ez fizika, ezt tőletek tudtam, mert nekem az első gondolatom az volt, hogy tuti, hogy ez Robi rajzaival van illusztrálva, ugye sokakat szokott foglalkoztatni a kérdés, hogy amikor te ott magadban a stúdióban, egyébként ismerem ezt a fajta mechanizmust, hát szerintem sokunk régen, nem tudom, matek órán, irodalom órán, kinek mi, ugye azzal kapcsoltuk ki az agyunkat, miközben figyeltünk a többiekre természetesen, szóval azok a rajzok, amik a könyvben vannak, Robi kezemunkáját dicsérik, vagy egyébként, nem tudom, a World Arts-ból szedtétek le a szerkesztésnél? Nem, ezek csak irkafirkák. Az a tervünk, hogy a következő önkényes mérvadó könyvnek az illusztrációi lesznek majd azok az ábrák, rajzok, amelyeket én alkottam. Hát most ez a tankönyvét az ember nem olyan igénnyel illusztrálja ki, mint amilyen igénnyel én ezeket a rajzokat elkészítem. Sokszor jobbak a rajzok, mint a rádióműsor, de hát ez nem kapálás. Szóval én azt figyeltem meg magamon, hogy én nem kommunikáció, tehát a nyelv és a beszéd az én számomra alapvetően nem kommunikáció, hanem egy gondolkodásforma. Nem úgy történnek a dolgok, hogy én kigondolom a gondolataimat, majd elmondom azokat, amiket már kigondoltam, hanem a beszéd folyamatában értem meg a valóságot. Most értettem meg. Maga a gondolkodás a beszéd folyamatában zajlik. Szó nincsen arról, hogy amikor elkezdek beszélni, tudnám, hogy hova fogok kiukadni, vagy az végig lenne gondolva, hogy hova lyukadok ki. Na, én meg ezt értem. Hanem a beszéd folyamatában jutok el, és általában a kommunikáció csak egy ürügy, csak egy alkalom arra,
hogy végig gondoljak valamit, amit még nem gondoltam végig. Ennek megfelelően olyankor, amikor zajlanak ezek a második órák általában, és én nekem nem szándékom szét dominálni a második órákat, általában lekötöm magam valamivel, és olyankor sokkal könnyebben megy a gondolkodás. Az a megfigyelésem, hogy például, ha járkálok, könnyebben tudok gondolkodni. Ha firkálok, könnyebben tudok gondolkodni. Ha beszélek, könnyebben tudok gondolkodni. De abban a pillanatban, hogy pusztán gondolkodni kell, és az összes dolgom közben az anyagcsere, egy görcs az, ami rám jön, és nem megy a gondolkodás se. Hát úgy tűnik, hogy le kell kötnöm bizonyos energiákat magamban ahhoz, hogy gondolkodni tudjak, hogy bele tudjak kerülni abba a flow-ba, és a beszéd általában bele tud vinni abba a flow-ba, ahol az értelmes gondolatok megtalálnak. Miközben, köszönjük szépen a beépített emberek már tapsolnak is, miközben tök izgja a másik oldalról, a beszélő szempontjából, hogy ez zavaró, hogy olyan érzése van, hogy amúgy a Robi nem is figyel, és akkor egy váratlan pillanatban majd reagál, és mondna itthon, vagy hogy ez nektek is inspiratíva kell, mert tudjátok, ismeritek Robi működését ebből a szempontból, és egy teljesen természetes folyamat. Robi, amikor a műsor második felében rajzolni kezd, sokan kiakadtak rá, hogy micsoda tiszteletlenség ez. Jó, valóban nem mutat jól, de a dolognak az egyik funkciója az, hogy hagyja a többieket érvényesülni, mert nyilván az érzitek rajta, hogy ha elkezd beszélni, és nem szólal meg valaki, vagy nem vágok közben, amilyen rengeteg bántást kapok, hogy kérem önt, és magáz, nagyon aranyos, ne vágjon a Puzsér úr szavába, de hát próbáljon meg akkor Robival egyszer beszélgetni, és érezni fogja, hogy ez a módszertana annak, hogy végül beszélgessünk. De hogy ez tényleg ez egy gesztus a részéről. Azt akartam mondani a beszéddel kapcsolatban, hogy egyrészt egyszer csak viccből azt figyeltem meg, amikor az emberek azt mondják, hogy úristen, ami itt történt, arra nincsen szó. És én ezt kikértem minden költő és prózaíró nevében, akiknél ott van az a szó. Tehát nem arról van szó, hogy ez a jelenség, ez leírhatatlan, csak arról, hogy azok a szavak nem nálad vannak, akik támaszkodsz erre a kifejezésre. És mondjuk, hogy ez lehet a műsor első felében, ez megállja a helyét, ez a megfigyelésem, hogy hát bízzuk azokra a megfogalmazását valaminek, akik ügyesen forgatják, vagy akár Robival ellentétben, én meg a Nyári Gábor úgy vagyunk vele, hogy pontosan tudom, hol fog végződni, csak annyi zárójel van benne, hogy nehéz követni, amit sajnálok, mert nekem az volna a célom, hogy értsenek, de hát így sikerültem. Viszont a műsor második fele az valami teljesen más forrásból érkezik, amivel a tudtommal a FAM is, a Kassai biztosan, a FAM, a Robi, én is érintkeztem, és van sok ember, akin érzem azt, hogy nem is szívből beszél, hanem valami még mélyebb helyről, és azt nehéz idehozni, és arra nincsen szó. És amikor ezeket a, hát az tudod, a, nem az anyagi világba való, a fogalmi világba való a képzelet, a fantázia, a feltételezés, a mese, a gyanú, a hazugság, a vallás, a halál utáni élet, minden, ez mind nem tudod megfogni. Ilyen a gondolat. Az a fogalom, hogy gondolat, nem tudsz ide rakni az asztalra egy gondolatot, pedig ezt várják tőlünk, hogy mit tettetek le az asztalra. Semmit nem tudod megfogni, de mindent, hogyha elfogadod, hogy a semmi is valami. És ebből a szférából próbálunk meg valamit, amit átéltünk, amit egyszer nagyon belegondolt, hogy ahogy most is. Folyt a könnyed attól, hogy méltó lehetsz egyáltalán, hogy ezt a dolgot a szádra vedd.